A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ 160 férőhelyes, itt 3-tól 18 éves korukig nevelkednek a gyerekek. Úgynevezett kitagolásukra épült meg a régi intézmény szomszédságában egy modern, kétszintes gyermekotthon. Nem bővítés ez a jelenlegi gyermekotthon, hanem az ott élő gondozottakból, létszámából 48 gyereknek, fiatal felnőttnek az átköltöztetésére kerül sor. 4 12 fős gyermekcsoportban fognak élni itt a gyerekek. A gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelő négyzetmétereken, szakmai létszámmal, szakmai kisegítő személyzettel, pszichológussal, fejlesztő pedagógussal megtámogatva, hiszen a pályázatnak a neve is ez, hogy a gyermekotthon létesítése Mátészalkán, a társadalmi integráció jegyében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője a projekt záró rendezvényén kiemelte, a fejlesztés a tervek szerint itt nem áll meg a Szatmári városban. Az a tervünk, hogy Mátészalkán folytatjuk a kiváltást 2016 tavaszán, lehet benyújtani a pályázatokat, és teljesen kiváltjuk a mostani tömegintézményt lakásotthonokra, gyermekotthonokra. A főigazgató hozzátette, jelenleg 18 ezer gyermek él állami fenntartású intézményben, 4500-an pedig egyházi vagy civil fenntartású helyen nevelkednek. A gyermekvédelmi rendszer reformja pedig, amely pár évvel ezelőtt kezdődött el, azt szorgalmazza, hogy a gyerekek nevelőszülőkhöz kerüljenek. Először a 3 éves kor alattiakat kellett rögtön nevelőszülőhöz elhelyezni, illetve a bent lévőket kigondozni. Most a 6 éves koroknál tartunk, és 12 éves korig el kell menni. 65% van jelenleg nevelőszülőknél az állami gondozottak között, de az a helyzet, hogy szükség van a gyermekotthonokra, lakásotthonokra, tehát vannak különleges szükségletű, fogyatékkal született gyermekek, vagy fogyatékosságot szerző gyermekek, speciális szükséglet és testvérsorokat is jellemzően gyermekotthonba lehet elhelyezni. A rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, a gyermekvédelmi rendszert és a nevelőszülőket is segíti a kormány. A nevelő szülői hálózatban már az anyák, illetve a szülők főállásúak, társadalombiztosítást fizetnek utánuk, tehát azt gondolom, hogy itt is minél jobban hasonlít a családhoz, és a fő cél az, hogy minél kevesebb gyereket helyezünk el most már ilyen bentlakási intézménybe, és minél több gyerek helyeződjön el családhoz, ezért nevelőszülők képzésbe kezdtünk, tehát azt gondolom, hogy a kormány a családpolitikának minden szálát, a család normál család való felnevelést, és ha kell, akkor pedig az örökbefogadó család felnevelését is támogatja. A gyermekotthonba hamarosan beköltözhetnek a gyerekek, a kétszintes épület lakóegységeit modern bútorokkal és háztartási gépekkel szerelték fel, a beruházás során orvosi szobát, közösségi tereket és játszóteret is kialakítottak.